Egyértelmű farkas nyomok. Szinte ki van fűrészelve a borna. Már évek óta élnek farkasok az Zemplénben, de pár hete fordult elő először, hogy egy szarvasmarha borjút is levadáztak. És az ilyen esetek mutatják meg, hogy az embereknek újra meg kell tanulniuk együtt élni ezekkel a ragadozókkal. Egyik legelőről hajtottuk át a teheneket a másik legelőre, és az egyik karámba lemaradt egy borjú. Tehát az is karámozott területen volt. Nem találtuk meg, és vasárnap találták meg a farkasok hamarabb. Leterítették, tipikus farkas módszerrel megették azt a kb. 30-40 kilónyi húst. Belek itt vannak széthúzva, bendő megmaradt, combok megkezdve, bordát ilyen mértékben a kóborkutya nem bírja átrágni. Évek óta megfigyelnek farkasokat a Bükkbe, valószínűleg több falka van ott, Akteleken és Zemplénben szintén, és 2017 év elején volt észlelés már a Börzsönyben is. 15-20 évvel ezelőtt nem voltak itt ilyen számban ezek az állatok, és nekünk sincsen sok tapasztalatunk vele. Na most egy állattartónak, vagy egy vidéki vadásznak lehet, hogy adott esetben ennyi sincsen, vagy más jellegű tapasztalata van. És ezeket mindenféle ellenségeskedés nélkül nagyon jó megosztani egymással. Lurkó betyár! Alapvetően fizikálisan még nem láttam a farkast, nyomokat, farkasnyomokkal találkoztam. Villany pásztor mellett megjelentek egy téli napon a farkasok, aztán itt a nyomokat tudtuk lekövetni. Birkák ki lettek ide engedve, mert nyáron ugye ebben nagy melegben hitlegelnek bent. Kutyák kapják meg először a reggelit, és ugye mindig előszeretettel várnak, fogadnak ezen a napon. Fogadtak engem ugyan, de nem a megszokott helyükről álltak föl, hanem itt, ahol épp állok. Innen szaladtak le hozzám reggel. Megették gyorsan a reggelüket, és szinte nem is foglalkoztak tovább velem, megint jöttek ide-vissza. Akkor nem tanúsítottam nagy figyelmet nekik, de másnap ugyanez a dolog fogadott. Oda jöttek, elmentek, ugattak, minthogyha hívtak volna, hogy gyere már nézd meg. Villanypásztor mentén a belső oldalon, tehát lehet láttam, hogy a kutyák egy olyan 300 méter hosszon teljesen földig kijárták a halat, tehát akár több százszor is elmentek ott. Villanypásztor túloldalán, párhuzamosan velük. Közelebb megnéztem, akkor én úgy ítéltem meg, hogy ez farkasnyom, ezért szóltam itt a Zagteleki Nemzeti Park munkatársainak. Ők kijöttek és megállapították, hogy valóban farkasnyom volt. Valószínűleg, hogyha nem lett volna két kutya, nem érezték volna a farkasok azt, hogy ez veszélyeztetett hely. Valószínűleg ők a villanypásztort átugorhatták volna. Itt harad a farkast. Itt kell megharapni. Ahová visszatelepülnek a farkasok, ott általában az állam és a civil szervezetek próbálják megelőzni a konfliktusokat. Erre két módszer van, egyrészt el kell kerülni a károkat, például villanypásztort vagy őrzőkutyákat adnak az állattartóknak. Vagy például Németországban utólag is kártérítést fizetnek, ha az óvintézkedések ellenére megtörtént a baj. Nálunk a szabályok még nem alkalmazkodtak teljesen a farkasok visszaköltözéséhez, így az állam sem fizet kártérítést. Nálunk itthon igazából prevenciós rendszert támogatja az állam. Ez azt jelenti, hogy a gazdának meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy védje a saját vagyontárgyát, a saját állatait. Ez egyébként valamilyen szinten egy jó nézőpont, ha belegondolunk, akkor elmegyünk otthonról, nem hagyunk mindent nyitva, ha eltűnik a tévénk, akkor nem védtük meg eléggé. Jelenleg a nemzeti parkok tudnak villanypásztort biztosítani gazdálkodóknak, illetve van egy program, amit úgy hívnak, hogy kuvaszőr program, ami nagy testű őrkutyákat, kuvaszokat biztosít az állattartók számára. Mivel Erdélyben már működött egy sikeres kutyaprogram, Szép Ábrahámék ingyen adnak kuvaszokat a gazdáknak, hogy azok tartsák távol a ragadozókat. A programot azzal a céllal alapítottam, hogy a nagy ragadozókat védjem. A kuvasz megvédi a farkast ugye a kihalástól, mivel nem kerül közvetlen kontaktusba az emberrel. Sokszor a pásztorok, az emberek nem is észlelik, hogy itt ragadozó járt. A gazdáknak segítek, és kuvaszkölyköket bocsájtok a rendelkezésükre. A másik cél a programomnak ugye az a kuvaszoknak a eredeti feladatkörbe való visszahelyezése, tehát nyájőrző vagy haszonállatőrző feladatkörbe. Hogy van egy villanypásztor és van egy fizikai akadály. Ez ami a szarvasmarhatartásnak a
alapfeltétele. De őrzőkutyát, amikor itt a turisták keresztül Kassul járnak a területen, a gombázók szintén előszeretettel szedik a gombát, és ők tudják, hogy át lehet menni a villanypásztoron, bemennek a területre, tehát egy kóasz, aki a területét őrzi, az veszélyes lehet rájuk. A ragadozó támadás ellen Magyarországon még nem volt erre precedens, hogy kártérítést fizettek volna. Ki lett dolgozva a kártérítési törvény is, csak az nem ér semmit. Mi támogatjuk a farkasok jelenlétését, etetjük őket borjú hússal. A farkasok jelenlétét támogatni kell hosszú távon, tehát ez a, mondhatnám azt polgármesterként is, hogy ez a település érdeke is. Ha valahol újra megjelennek a farkasok, azt jelenti, hogy a természet kezd helyreállni, és az élővilág lassan újra képes szabályozni önmagát. Nálunk a téli etetések és a csúszragadozók hiánya miatt a legtöbb erdőben már a túlszaporodtak a növényevők, ami árt az erdőnek, mert lerágják a facsemetéket. A farkasok pedig csak a természetes arányokat igyekeznek visszaállítani. De annak sem mindenki örül, ha a farkasok az erdőben maradnak. Mivel főleg őzekkel és vaddisznókkal táplálkoznak, sok vadász úgy érzi, hogy közvetlenül őket károsítják meg. Farkasok! Megfigyelünk egy adott területet, ahol a hajtóvadászatot majd leszervezzük. Tökéletes a terület megfelelő vadlétszámmal, viszont amikor a hajtás napjára odaérünk, akkor meglepően a farkasok minket egy-két nappal előtte megelőztek, és egy üres területet bejárunk. Sajnos a vadászat elment, mint nagyon sok minden más pénzorientált irányba. Nincs idő itt hetekig, napokig vadászni. Megérkezik a vendég, és ugye 2-3 órán belül elvárt, hogy terítéken legyen az a vad. Na most ebben már nem fér bele a farkas. Ez viszonylag kevés olyan fórum van, meg megbeszélés van, ahol az embereket szembesítik azzal, hogy egy új szituáció van. Attól, hogy a farkasok szép lassan visszafoglalják az északi középhegység erdeit, legkevésbé az ott túrázóknak kell tartaniuk, mert ezek az állatok amennyire csak lehet kerülik az embereket. Náluk még a kóborkutyák is nagyobb veszélyt jelentenek. 1950 és 2000 között egész Európában csak 38 olyan esetről tudnak, amikor farkas támadt emberre. Ehhez képest tavaly csak Pest megyében 84-en haltak meg közúti balesetben. Itt a medve ki szabad-e menni most az erdőbe? Hát persze, hogy ki lehet menni. Úgy beszélgettünk egymással, gyerekeinkkel kint az erdőbe, ahogy most én veled, akkor a medve ezt meghallja, távolról elmegy. Volt olyan kérdés is akár, ami szerintem nagyon jó volt, hogy egy tájfutó fut az erdőben, be van dugva a füle, nem hallja, hogyha valami követi. Lehetőség szerint arra a fél órára ne dugja be a fülét. És, tehát, hogy ez egyfajta alkalmazkodás nyilván igényel az emberektől. Vélhetően vannak illegális elejtések, nem derülnek ki, hogy ki csinálja őket, nagyon nehéz ezeket lenyomozni. De azért dolgozunk mi is, hogy azért az tiszta legyen az embereknek, hogy ezekkel az állatokkal együtt lehet élni. Én, mint természet szerető ember, örülök annak, hogy a farkasok megjelentek. Magyarország egy őshonos állat, ők ide tartoznak, tehát ez az ő, a természet az ő világuk. Mint állattartó, a farkassal kapcsolatban tartok tőle, tehát nem mondom, hogy nem tartok tőle, tartok tőle, hogy kárt okozhat. Ugyanannyiba kerül az alföldi bárány is, mint a hegyvidéki bárány. Viszont a tartásban pluszköltség merül fel, ugye őrkutyákat kell fönntartani, kerítésrendszert, villanypásztorrendszert kell kiépíteni. A félelmetes meg a veszélyes az nem ugyanaz, ugye, ami veszélyes, az valós problémát jelent, ami félelmetes, az véltet. És szerintem a nagy ragadozók lehetnek félelmetesek, de marhár nem veszélyesek.